Keszthelyen az időközi önkormányzati választáson június 26-án a 8-as számú kis Keszthely kertváros körzetben dr. Ify Ferenc halála miatt kellett képviselőt választani. A választókerületben két jelölt indult, Bánhegyi Renáta a Fidesz-KDNP és Kovács Viktória a Demokratikus Koalíció jelöltje. Bánhegyi Renáta nagyfölénnyel 75,88%-kal nyert, a DK jelöltje 82 szavazatot kapott. Ez a választói névjegyzékben a választói kerület 2100 szavazásra jogosultjának 24,1%-a. Kovács Viktória köszönetet mondott segítőinek, az őt támogatóknak. Szeretném megköszönni azoknak, akik jöttek és segítettek ebbe a munkába, szórólapozásban, akik beszéltek az ismerőseikkel, mert ez nagyon fontos volt. Egy nagyon jó körzetet ismertem meg, kicsit alaposabban, több problémával is szembesültem, és látok egy-két megoldási lehetőséget is. Sajnos nem én kaptam ezt a feladatot, de ez ekkor is egy nagyon-nagyon szép feladat és egy nagyon jó körzet. Úgyhogy sok sikert kívánok a körzet képviselőjének.